Vörös. Vörös, egyre közelebb a 16-oshoz már. Magyar lövi el, nagyon nagy gól! Magyar Zsolt góljával az 56. percben 2-0 a mérkőzés állása. Szépen, Kocsis, Szabó, na nézzük meg, hogy ott van benne a gól, ott van benne a gól! Ahogy Visinka Ede mondta, Szabó Mátéban persze, hogy ott van a gól. Sikerül a fordítás, 55. perc a mérkőzésen. Örmendi, egy az egyben viszi rá az emberi lassan, mert a 16-oson belül is Kribek, akár el is lehet jönni, és Kribek el is jönni, óriási gól! Óriási gól, a 21. percben is Kribek a nem találatával megszerzi a vezetést a Puskás második csapata. Na most jön a 7. hazai szöglet, az utolsó lehetőség a mérkőzésen! Na csak ki mindig gól! Ott a gól! Ott a gól, Pap Milán! 92. perc! Hiába védett óriásit Nacsa! Papa kipattanót begyötörte! Vagy pedig Mim Gergely. Kocsis ott hagyja úgy, hogy ez Mim szabadrúgása lesz. Át a túloldalra gól! Megvan a vezetés! Ami nem jött össze óriási zicserből, Gambajárnak, az végül is megvan most a beívelés után. Érkezik Gambolt Gambajár Visinka Ede mellé, 21. perc tehát. Ezt a tehetséges korosztályt, aki a Suzuki kupán megmutatta magát akár Európának is, és döntőbe jutott, és ott szoros eredménnyel azért alul maradt, de úgy ítéltük meg, hogy van sok tehetséges gyerek ebbe a korosztályba, és velük földúzasztottuk az NB3-as keretét, és arra számoltunk, hogy az NB3-as keretet majd ők fogják alkotni, és örülök, hogy ez így utólag már azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Egy nagyon tanulságos szezonon vagyunk keresztül. Minden, hát úgy terveztük, hogy az elejébe fogunk végezni a tabellának, ez sikerült is úgymond elérnünk. Elégedettek vagyunk magunkkal, bár volt ez a széria, amikor nem igazán találtuk önmagunkat. De a végén a kemény munka úgymond igazolta magát, és szerintem, hogyha ezt az utat folytatjuk, akkor tavasszal is így fogunk tudni menetelni. Egy ilyen meccs kőkemény felkészülést igényel, ezt mindig elmondta a vezetőedzőnk is. Szerencsére olyan vezetőedzőnk van, akinek a játékos pályafutásából és a tapasztalataiból kiindulva azért fel tudott minket készíteni olyan meccsekre, amikre esetleg egy kevésbé tapasztalt edző nem tudott volna minket felkészíteni. A fizikális játékban, a védekezésben rendkívül sokat kellett fejlődnünk, és úgy gondolom, hogy a szezon második felére ez már sikerült is. Rengeteg nehéz meccsünk volt, ugye a legnehezebb úgymond az Ajka elleni. Ajka elleni meccsünk volt, ugye idegenben, de mert még nem voltunk, vagyis kevésbé voltunk összeszokva, és ugye a lista vezetőhöz mentünk, aki tudtuk, hogy alapból torony magasan esélyesebb a bajnokságban. Sikerült helytállnunk, döntetlent játszottunk velük, ami másik meccset ugye ki tudnék emelni, az ugye az első vert meccsünk volt, az ugye Sárvár volt, de ott viszont meg kell tanulni, hogy nem mindig a szép fociról szól ez a játék. Rutintalanságból eljutottunk egy stabilitásig, én azt gondolom, most már látjuk a mezőnyt, ismerjük a mezőnyt, a srácok hisznek abban, amit csinálunk. Rengeteg jó teljesítmény volt csapaton belül, azt gondolom, hogy ez az utolsó 4 fordulóban ez a fajta hit és rutinszerzés, ez már látszott is a srácokon. Én azt gondolom, hogy van mire építeni, ezt a tavaszi szezonban csak meg tudjuk még szerintem tolni még egy lapáttal.